A korábbi években, május közepén már jó néhány versenyt maga mögött tudhatott Szikszai Róbert, idén azonban még csak három viadalon áll dobókörbe a nyíregyházi diszkoszvető. A junior Európa-bajnok, 23-as Európa-bajnoki bronzérmes atléta viszont mindhárom alkalommal 60 méter felett zárt. Kerekes László tanítványa a Kanári-szigeteken megrendezett Európa-kupán 60 méter 49 cm-ig, a szombathelyi nemzetközi versenyen 60 méter 45 cm-ig jutott. Szentesen pedig a diszkoszvetők számára kedvezőtlen hátszélben 62 méter 44 cm-ig repül Szikszai kezéből a 2 kilós szer. Ilyen jól, soha nem kezdtük a szezont, hogy 60 méter fölött dobással, nem szeretnék már az alatt dobni, inkább már feljebb. Most beindul a versenyidőszak, most gyakorlatilag minden héten fogok versenyezni, úgyhogy azért, ha mindenhol tudom ezt a 60 métert hoznám, annak már örülnék. Szikszai pénteken Párizsba utazik, hogy elsőként azon a versenyen álljon rajthoz, amelyen korábban először dobott 60 méter felett. Kerekes László szerint tanítványa formáját tekintve nagy reményekkel néznek a franciaországi dobógálák elé. Robit mindig motiválja a verseny, és motiválja az, hogyha tőle nagyobb, jobb versenyzőkkel tud versenyezni, az egy nagyon komoly húzerő, és bízom abban, hogy ez most is így lesz, mert eddig is így volt, és egy jó eredményt fog produkálni. A jó eredmény akár egy 65 méter feletti dobás is lehet, ami egyben a londoni világbajnokság kiküldetési szintjének teljesítését is jelenteni Szikszai számára. Ez benne van nálunk, azért egy jó szél, egy jó időjárás azért sokat tud segíteni. Hogyha stabilan tudom ezt a 60-62 métereket dobálni, abból könnyen lehet egy 65 méter. Amin sokat sikerült javítanunk az a mozgáson, nem dobok most már érvényteleneket, nem dobok hálót, stabilan tudom ezt a 60-62 métert, úgyhogy mindenféleképpen egy 65 méter körül szeretnék dobni. A szombati párizsi versenyt követően Szikszai a tervek szerint még 2 viadalon indul, az egyiknek szintén Párizs, a másiknak pedig egy dél-franciaországi város ad majd otthont.